Sziasztok, Mala vagyok, ez pedig az XCOM harmadik része. Az előző részben sikerült megszerezni a technikust, úgyhogy elkezdtük felépítgetni a kis bázist. Erre igazándiból nem vesztegetnék túl sok szót, hiszen még nagyon az elején tartunk. És tovább lépés gyanánt az a következő feladat, hogy felvegyük a kapcsolatot, illetve meggyőzzünk két ellenálló frakciót arról, hogy együtt küzdjünk az idegenek ellen. Ez nem lesz ugye egy könnyű feladat, hiszen nem igazán csípik egymást, adódóan abból, hogy az egyik frakció a Reaperek, akik ilyen ellenálló emberi terrorista csoportszerűség, lopakodás, robbantás, behatolás, mesterlövész puskák és hasonlók tartoznak az arzenájukba, míg a másik, az egy, hát mondjuk úgy, hogy sokkal érdekesebb frakció abból a szempontból, hogy az idegenek használnak olyan emberi katonákat, akiket génmanipulált és agymosott módszerrel törnek rabigába, és hát ez a frakció ezekből az emberkékből, illetve idegen katonákból áll össze, akik valahogyan sikerült kiszabadulniuk ebből az elmekontroll agymosott állapotukból, és úgymond bosszú szomjasan felvették a harcot az idegenek ellen. Ebből adódik, hogy hát a Reaperek nem is tartják feltétlen ellenállóknak ezt a csoportot, és meglehetősen berzenkednek attól, hogy összefogjanak velük. Nos, ez lesz a mi dolgunk, hogy elkísérjük mind a két felet egy találkozóhelyre, ott összehozzunk egy megbeszélést, vagy hát tárgyalást, aminek kapcsán boldogan együtt fogunk harcolni az Advent ellen. Először a Reapereket kell elkísérni a megadott helyre. Mindjárt meglátjuk, hogy ez hogy fog nekünk sikerálni. Megtaláltuk ugye a régi ledobott podokat, amiket még annak idején vetettek be az idegenek az emberiség ellen. Hát ezeknek a, hát meglehetősen, nem tudom, leamortizálódott maradványait még ugye meg lehet találni a elhagyatott helyeken. Igen, és a elveszettek. Gyakorlatilag, hát mondjuk úgy zombi. Azok olyan emberek, akikre hatással voltak ezek a rég elhagyatott podok, amik valamiféle vegyi anyagot bocsátottak ki magukból. És hát bizony, rendesen zombi hordák keletkeztek az ilyen elhagyatott városokban, helyszíneken, amikkel, hát most föl kell vennünk a harcba. Önmagukban ezek a zombik nem túlzottan erősek. Igazából ugye a veszélyt az jelenti, hogyha sokat sikerül egyszerre magunkra húzni, illetve hogyha olyan helyzetben támadnak, amikor éppen amúgy is bajban lennénk, és van éppen elég bajunk a zombik nélkül is, hát akkor meg tudják nehezíteni az életet. Viszont megpróbáljuk szépen csendben elintézni őket, akkor azért akkora nagy problémát nem szoktak okozni. Nyilván a célzással még mindig akadnak gondok, de azért bízunk benne, hogy egy-két hiba még nem okoz komoly problémát. Aha, hát vele azért másztam oda föl, hogy magasabbról üljünk rá célzás bónusszal, és hát ugye úgy mindenféleképpen eltalálja, nagyon jól sikerül. De hál' Istennek a többiek azért megoldják a szitut.
Ah, jó az a mesterlövész puska a Reapernél. Ilyenkor azért szívesen elbeszélgetnék azzal, aki lőni tanította kedves emberünket. Körülbelül 2 centiről lőtt mellé egy igen gyorsan mozgó zombina. Remélem nem sikerül ilyen könnyedén legyűrniük minket. Nagyszerű, szép lövés. Na még egyen. Ügyes, simi-simi. Na, hát igen, ebből is látszik, hogy szükségünk van a Reaper frakcióra, ők tudnak lőni. Újabb zombi horda a láthatáron, eddig egyébként elég jól haladunk. Lassacskán közeledünk azért a találkozó ponthoz, és annak ellenére, hogy elég sokat lőttünk mellé, most egyébként ez ügyes volt, azért tulajdonképpen sikerrel vettük az akadályt. Nyilván megpróbálok mindig valami magaslati pontról a kocsi tetején annak számít célállást fölvenni. Hát, mint a mellékelt ábrák mutatják, nem mindig eredményesen, de azért próbáljuk kimaxolni a lehetőségeinket. Embereink is kezdenek belemelegedni, ez most mind a két lövés. Tehát itt találva, lehet, hogy rájöttek, hogy nem akarnak annyira beégni a Reaperrel szembe, és elkezdtek használható lövéseket is leadni. Persze azért igyekszem nem elbízni magunkat, hiszen viszonylag könnyedén el lehet úgy rontani, hogy onnantól kezdve hát veszteségeket szenvedünk, vagy akár be is bukjuk. Úgyhogy csak szép óvatosan haladunk tovább a találkozó pont felé. Aliens approach. Though their intelligence appears almost non-existent, these creatures seem to employ some sort of rudimentary communication system. Perhaps auditory signals or some form of hive-like consciousness. Your point, Doctor? The entire swarm knows there is food here now. I would advise we make haste to leave this area. Moving to Overwatch. Moving to Overwatch! My life is in your hands. Movement, it's close. Central. The preliminary readings from these creatures seem familiar.
I will need to consult my records. But I may have encountered something similar to them during my time with Advent. I wouldn't be the least bit surprised if Advent had a hand in their creation, Doctor. Got it covered. On Overwatch. Fresh targets. I'm on the move. Scanning. Got it covered. I won't let them pass. Quiet. Did you hear something? Heading to that location. Hoppá, ez lehet egy kicsit túlzás, hogy kettőt húztunk kettőre. Ennyi, ez legalább 8 zombi. Nem gond, megoldjuk, ügyesek vagyunk. Higgadtak, taktikusak, és már élődünk. Azért sikerül ritkítani a darab számot, úgyhogy továbbra is úgy érzem, hogy nem lesz ebből nagy baj. Szép ügyesen felezékből. Na nézzük, reakciólövés. Ez pedig találat, nagyon szép. Reakciólövés 2. Hát muszáj volt elbaszni. Még van 5 zombi. De mi jövünk, úgyhogy már csak sikerült 5 leszedni. Na így kell ezt, szépen ledaráltuk a nagy részét. Gyakorlatilag minden előléptetést megkapott a fickó a teraszon, hogy mi a retek az. Nagyon jó. Na még egy nyomat zombi. Intézzük hát el. Nagyon szép. Na, és hát akkor itt vagyunk a kivonási pontnál, innen már nagy baj nem lehet. Gyakorlatilag csak kivonjuk az embereinket. Na hát akkor ez meg is van. Igazándiból a reapereket akkor megoldottuk. Jöhet a következő frakció a másik két emberünkkel. Ő lenne itt az egyik kiugrott adventes. Vele kéne összehozni a béketárgyalást a reaperekkel. Fasztalra! Fokéne!
even sit down with your Reapers. Now, we must go. A feladat itt is ugyanaz lesz, el kell jutni a kivonási pontra Mox-szal, és hát nyilván életben kell tartani. Sőt, az sem lenne baj, hogyha a mi embereink is megúsznák. Na, sikerült belegyalogolniuk a örködésünkbe. Nyilván ebből nem túl sok hasznot húztunk, már mellé. Ez az XCOM védjegye a Miss. Na, hát ezek ilyen lángszórós unitok, amik nem sebeznek akkorát, mint a másik, viszont legalább terület. Nagyon jó! 3-ból 3 mellé! Ó, Isten ki. Na mindegy. De legalább területit sebeznek, plusz fel tud robbanni a hátkon a tartály, amikor meghalnak, úgyhogy közelről nem annyira jó agyonlőni őket. Messziről meg ugye nem találjuk el, tehát ördögi kör. Maradjunk a jól bevált gránátnál, azt legalább nem dobja mellé. Na, ez volt az, hogy felrobbant a hátán még a palack is. De szerencsére nem voltak én ügyesen. Eddig sérülés nélkül megoldottuk az első két kilt, csak így tovább. Heading out. Moving to Overwatch.
Ennyit az idegenekről. Innentől kezdve már csak a zombikkal kell törődni, akiket bemonzott egy picit a robbanásnak az olyan. Illetve meg kell várnunk, amíg új kivonási pontot kapunk a központtól. Ezt az épületet, illetve hát valami konténereket fogjuk szerintem bázisként használni. Reméljük, hogy így a magaslati pozíció fog annyi előnyt jelenteni. Hogy végre eltalálnak valamit. Jaj, hogy van benne? Új. Hát lehet, hogy nem ez volt a legjobb, de most már mindegy. Valahogy bevédjük. Jó, ezt nem így kellett volna. Ez biztos, hogy nem így kellett volna. Uha. Hát kérdés, hogy hol fognak tudni erre ugye fölmászni, és... mellé. Ajjaj. Jó, hát bízunk benne, hogy nem harap akkorát az ombi. Jó, az már sem ekkorát nem harap, de hogy a többi. Igen, följönnek a vétrán. Túléli. Azért ezeket nem szeretem, amikor ott van fölött a tetőn, de valamiért nem lát rá. Tehát, hogy azért mondjuk onnan szerintem még én is le tudnám lőni azt a zombit. Yeah.
megvan az új kijutási pont, most már csak valahogy oda kéne jutnunk élve. Úgy látom, itt már azért kifizetődik az, hogy innen a tetőről próbáljuk távol tartani a hordát. Egy sérült el ugyan, de azért végül is fogjuk rá, hogy szép volt fiú. Kijuttattuk Moxot. Ismerkednek egy kicsit egymással, felhánytolgatják a múltat, bizonygatják, hogy kinek nagyobb a puskája, de reméljük, hogy szent lesz a béke. És itt mutatkozik be az idegeneknek az egyik asszasszínja, hárman vannak ugye, Chosen-eknek avagy kiválasztottnak hívják őket, és a lehető leggusztustalanabb ellenfelek, amiket ki lehet találni az XCOM 2-ben. Face another like her.
They are the undying. Advent's curse upon us. We must combine strength if we are to have any chance of success. You are welcome to try. Akkor lássuk, hogy el tudjuk-e kapni a Chosen-t. Nagyon remélem, hogy nem itt fog véget érni a kis kalandunk és mészáról le minnyájunkat. Megtesszük, ami tőlünk telik. Akkor kezdődik a móka. Hát elsőnek megpróbáljuk megtalálni, hogy hova bújt el. Az mondjuk durva, hogy elsőre megvan. Hát akkor most már csak el kéne pusztítani a nyomorultat. Mert hogyha ő fog lépni, akkor biztos, hogy megdarál minket. Kedveskedünk neki egy Claymore-ral. Fantasztikus, tehát ilyenkor azért imádom az XCOM-ot, tehát az volt a terv, hogy fölrobbantjuk a Claymore-ral. A Claymore fölrobbant, ő meg nem sérült, mert mit tudom én... Ja istenkém! Nem baj, addig fogjuk dobálni gránátokkal, ameddig széjjel nem szakad apró kis tifett a fatokra. Most Mox bebizonyíthatja, hogy tud célozni. Szép krit, nagyon szép. Azt hiszem a nagykönyvben is így van megírva, hogy hogy kell csinálni. Kapott annyi damage-et, hogy inkább menekül a gyáva. Persze azért ilyen könnyen még nem ússzuk meg, ránk szabadít egy zászlóalnyi zombit.
De szerintem annak a csapatnak, aki így egy kör alatt bedarált egy Chosent, nem okozhat gondot néhány zombi. Many of these creatures can still be in this city. Advent has been sending purifier squads into these cities for years, yet somehow the lost survive. Hiába erőlködik, hogy annyi zombit rak bele, amennyit csak bele tud pumpálni abba a házba. Szóval a széjjel fogjuk őket lőni, ígérem.
exist when this city stood whole. Still, I feel revulsion at what happened to this place, to these people. I believe you. Oh, yeah! Hostile neutralized! Hostiles pacified! Not good! Weapons burning ammo fast! No one will mourn them. My ammunition is nearly depleted. I will go. Your friends will join me. Re-up and reload. I have no ammunition. I go. Affirmative. Moving out. Taken care of. Running dry. It's killing time. Let's rock. Got it covered. Moving out. Let's do this. It is under my watch. When my people take back this place for our own. If they are all like you, that is a likely possibility. Negative ammo! I'm spent! Volk says hello. Good riddance. Give me time to reload. My ammunition is almost gone. Watching comes naturally. Understood. Moving out. Scanning. Come get some. Cover me. Reloading. Non-evade detection. Additional Lost converging near the evacuation cortex. I advise caution. It would seem the Lost are on to our strategy. It is the Elder's will that this alliance fall. It will take more than mere Lost for that to happen. I go where you tell me. I'll watch closely. Affirmative, covering now. I'm on the move. Affirmative, covering now. Moving. I am watching. That's affirmative. Covering now. Adjusting aim! Missed the target. I
responsibility. Firebrand's in position, but the evac zone's even hotter than we thought. Running out of time here, people. Tell her to hold as long as she can. We will be there. Enemies down! I need more ammo. The light has left him. Reloading no more ammunition. I must improve. Moving to designated position. That is not good. Out of ammo here. Target down. Good to go. Weapons burning ammo fast. Overwatch. Magnitude of the biomass converging upon this position is staggering. If our team does not evacuate now, they know. Toss me some ammo. Good riddance. Back in. Dead in the water here. Cover me. I'm reloading. I will reposition. Good to go! I'm on it! Orders confirmed. On the move! I'm on it! Yes, Commander. Watch order confirmed. Moving to designated coordinates. Overwatch. Heading out. Overwatch. We're green to go. Moving to Overwatch. I am reloading. Attacking on sight. Orders confirmed. On the move. On Overwatch. Neutralize. Moving to Overwatch.
my way. Come get some. Has run dry. To that position. We triumph. I am almost out of ammunition. Confirmed. Hát ez egy eléggé elhúzódó zombi írtás volt, viszonylag izgalmak nélküli. Elérjük a kivonási pontot, és egyetlen egy sebesült emberrel, remélem nem 40 napra kerül a kórházba, teljesítettük ezt a küldetést is. Sajnos miközben menekültünk elfele, még azért sikerült elrabolni a Moxot. Hát mindent meg fogunk tenni azért, hogy visszaszerezzük, mert egy nem gyenge emberről van szó, meg hát amúgy sem hagyjuk hátra a sajátjainkat. Gyorsan lepörgetjük az előléptetéseket. Soldiers. They can often learn multiple new abilities with each promotion. They will adapt to follow your choices, Commander. Executed and no casualties. You could lead the Reapers any day, Commander. Well done. Do you see the cost of your actions? Do your soldiers truly understand what lies ahead for them? Bear witness. We should talk to our friends with the Resistance. If we deploy on a covert action, itt a vége, fuss el vége, ez lett volna a mostani XCOM epizód. Remélem tetszett, ha igen, akkor nyugodtan dobj egy lájkot, és találkozunk a következő részben.